A boltok nyitvatartása, a menetrend és a parkolás viszont hasonlóan alakul, mint a korábbi években. Összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat a négy napos hosszú hétvégével kapcsolatban. A szupermarketek, hipermarketek, élelmiszerüzletláncok és a nagyobb bevásárlóközpontok legtöbbje április 7-én nagypénteken, április 9-én húsvét vasárnap és április 10-én húsvét hétfőn zárva tart. Április 8-án azonban a hétvégi nyitvatartás szerint várják a vásárlókat. Az ünnep utáni első munkanap, április 11-e, így ezen a napon már minden bolt a megszokott rend szerint üzemel. A búzatéri vásárcsarnokban is hasonló lesz a helyzet. A négy napos hosszú hétvége alatt egyedül szombaton várják majd az árusok a vásárlókat reggel 5 és délután 4 óra között. A szabadtéri zöldséges és virágos piac viszont nagypénteken is nyitva tart reggel 6 és délután 2 óra között. Változásra kell számítani az MVK menetrendjét illetően is. Nagypénteken, húsvét vasárnap és húsvét hétfőn az autóbuszok szabad és munkaszüneti, a villamosok vasárnapi rendszerint közlekednek. Szombaton a buszok szintén szabad és munkaszüneti rendszerint járnak majd, a villamosok esetében viszont a szombati menetrend lesz érvényben. Miskolcon április 7-én és április 10-én díjmentesen lehet parkolni a Városgazda üzemeltetésében lévő felszíni, fizető várakozási területeken és a Régi Posta utcai parkolóházban. Április 8-án díjfizetési kötelezettség csak a kiemelt kereskedelmi és idegenforgalmi területeken lesz reggel 8-tól délután 1-ig.